Jó estét kívánok! Ez az Esti Közelkép, a Debrecen Televízió közéleti műsora. A ma esti beszélgetés témáját egy a napokban hallott történet adta. Ennek lényege, hogy egy több mint 1400 kilométeres út során egy pillanatra elbóbiskolt a volán mögött a sofőr. Az autó jó százas tempónál az útpatkának ütközött. A kocsiban egy 4 tagú család utazott. Szerencsére nem történt tragédia, de ez tényleg csak a vakszerencsének köszönhető. Az eset kapcsán arról fogunk beszélgetni, hogy mennyi pihenőidőt tartsunk egy hosszabb út során, milyen gyakran álljunk meg, és mire figyeljünk vezetés közben. Aki elmondja, Horváth László, gépjárművezető oktató. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, köszöntöm a televízió nézőit! Ön is tapasztalja a hőségben, hogy a hallgatók, az oktatandó, leendő sofőrök egy kicsit bágyattabbak, kevésbé koncentráltak, dekoncentráltak ezekben a kánikulai napokban? Igen, és egyre többet tapasztaljuk ezt, hogy a gyakorlatvezetőkön is látszik, ugye átnézünk a másik autóba, hogy nem nagyon bírják már ezt az óriási hőséget. Az a baj, hogy a szervezetünk nem tud regenerálódni az éjszaka folyamán, mert akkor is meleg van, és ez bizony a közlekedésben nagyon érződik és lecsapódik ennek a hatása. Tehát érezzük azt a jelölteken is, hogy ott még ugye hatványozottabban érvényesül az, hogy izgalmi állapotban vannak, ehhez jön még a hőség, és bizony-bizony sokszor meg kell szakítani az órát egy pillanatra, álljunk meg, ígyunk egy kis hideg vizet, vagy éppen szálljunk ki, járjuk körbe az autót, hogy egy cseppet hűsöljünk, vagy hűljünk lejjebb egy kicsit, hogy a koncentráló képességünk próbálja meg visszaállni arra az adott körülményekhez megfelelő és elvártnak. Amit említettem, ha mondjuk ugye rengetegen mennek ezekben a napokban szabadságra, hosszabb utakra, akár Horvátországba, akár néhányan lemennek Bulgáriába, Törökországba is, nyaralóhelyekre, Görögországba pláne. Mit tudunk, milyen javaslatot tudunk számukra tenni, mire figyeljenek oda, mi az első lépés? Szerintem talán az, hogy átnézik a kocsit, hogy rendben van-e műszakilag. Igen, hát két részre osztanám, ugye az ember és a gép viszonylatába vizsgáljuk ezt a kérdést. Talán, ha az emberi tényezőket vesszük figyelembe, akinek vannak vérnyomás problémái, szívbeteg, idősebb emberek, ha lehet, akkor ebbe a iszonyatos melegbe ne vezessenek, mert egyszerűen a genetika és a betegségéből adódóan bármikor bekövetkezhet a nagy baj, és ezt nem tudja előre, nem látja előre, az hirtelen jön, és ebből kifolyólag nem tud már beavatkozni senki, és abból bekövetkezik a baj. De a fiataloknál is nagyba tapasztaljuk azt, hogy ugye azt mondják a fiatalok, hogy ők lemennének a földről is. Adott esetben hűvös időben jóval többet tudnak vezetni, de ezekben a hőmérsékletekben, amit most tapasztalhatunk, nem szabad megkockáztatni, mert egy pillanat műve az egész és bekövetkezik a baj. Tartsunk több menetidőt, álljunk meg, beszélgessünk, az autópályákon lévő pihenőket használjuk, ígyunk. Talán még az energiaitalokat sem nagyon javasolnám, mert az is megdobogtatja a szívet, ami ilyenkor a hőség hatására még nagyobb ugye, púzusszámot eredményez, illetve a vérnyomásunk ugye, az lemegy, és ebből kifolyólagosan az álmosság és óriási stresszt vált ki ez a hő hatás, illetve ingerültebbé teszi a gépkocsi vezetőket, holott pont ellentétesen kellene működni a dolognak ebben a nagy melegben, hamarabb kezdjünk el fékezni, lassítsunk, sokkal több menetidőt számoljunk rá, ami normál körülmények között x óra alatt megmegy, erre sokkal többet rá kell számolni, és akkor nem kerülünk abba a szituációba, hogy még az is idegesít minket, hogy már rég ott kellene lenni. Hát sajnos vagy nem sajnos nyár van, tehát ezzel számolni kell, és bizony-bizony csak úgy üljünk a volánhoz, hogyha viszünk a kocsiba, tárolunk hidegvizet, lehet már kapni ilyen elektromos hűtőtáskákat, tegyük bele, és ígyunk, ha szomjasak vagyunk, ha nem, és akkor úgy a szervezetünkben megpróbál végre a egyensúly helyreállni. Horváth úr, van valami olyan elfogadott kilométer, amit mondjuk ajánlatos egyhuzamba levezetni, és azután már tartogatni ezeket a bizonyos pihenőket? Egyáltalán milyen hosszúak legyenek ezek a pihenők, mit csináljunk ez alatt?
Hát inkább többször álljunk meg. Tehát ez nyilván emberfüggő. Tehát van, aki nehezebben tolerálja ezt az időt, van, aki könnyebben alkalmazkodik hozzá. De én akkor is azt javasolnám, hogy az autópálya pihenőjét használjuk ki, hogyha egy ország, tehát külföldre akarunk elmenni nyaralni a családdal. És még egy nagyon fontos dolgot szeretnék megemlíteni, hogy az autóba ne aludjon a gépkocsi vezetőn kívül mindenki. A háton ülők aludhatnak, de aki mellette ül, az tartsa szóval, beszélgessenek, és az látja a reakcióját, és hogyha látja rajta, hogy lassabbakan pillag, és érzi a fáradtságot, akkor igenis szóljon neki, hogy álljunk meg, nem kell sokáig, csap alatt megmossa a homlokát, vagy adott esetben még az is lehetséges, hogy egy hidegvizes zsebkendőt a fejére tesz, és növekedjen meg az elért idő, vagy amit rászámítottunk időt, de biztonsággal érjünk oda, ahova megyünk. Ma már egy csomó autó tudja azt a funkciót, hogy akár egy kis gőzölgő kávé, piktogram megjelenik a kijelzőn, ami szintén arra figyelmezteti az autóst, hogy ideje egy kis szünetet tartani, egy kis frissítő szünetet tartani. Ezek 200-300-400 kilométer, mennyi, van egyáltalán ilyen elfogadott, amiben a szakma egyetért, hogy mennyi az a távolság, amit célszerű egyben levezetni, vagy ezt is akár szakaszolni kell? Hát ezt is szakaszolni kell, mert ezek az új autók, ezek már ezekkel a intelligens rendszerekkel föl vannak szerelve, és ez bizony elkényelmesíti a gépkocsi vezetőket, mert ugye be tudja állítani a tempomatot, be tudja állítani a sávtartót, a követési távolságot is fölhívja a figyelmet, és ebből egy adódóan nyilván nem lehet általánosítani, de adott esetben lehet olyasmi, hogy elkényelmesedünk, és bizony-bizony volt már ebből baleset, hogy elővettük a telefonunkat, és e-maileztünk, meg gondoltuk arra, hogy majd a gép elvégzi helyettünk. Én annak a híve vagyok, hogy autóvezetés közben csak koncentráltan odafigyelve ezeket az intelligens rendszereket kell és lehet használni, mert egyre több újonnan készült járműveken már megtalálhatók, de tudjuk helyén kezelni ezeket a dolgokat, és ne csak akkor álljunk meg, hanem amikor érezzük, hogy egy kicsit is fáradtunk, nem kell szégyelni. Álljunk meg, rengeteg ilyen kialakított parkoló lehetőség van az autópályán, tartsunk egy pici szünetet, nem kell sokáig, megmosdjuk fejünket, lehűtjük egy kicsit és megyünk tovább. Van, aki azt mondja, hogy egy-két egyszerűbb torna mutatványt is el lehet végezni, de hát őszintén szólva, én még nem nagyon láttam zumbázó gépkocsi vezetőket az autópálya mellett. A régi rendszerben a defenzív taktikai tételek között szerepelt egy olyan, hogy autorna, motorna. És ez roppant egyszerűen a térdünkkel megtámasztjuk a kormányt, és a kezünket, a tenyerünket fölfeszítjük a plafonra, és ezáltal a vérkeringés, ugye sokáig fogjuk a kormányt egy bizonyos állapotában, és ezt hívták ilyen autorna motornának, hogy mozgassuk meg, nem kell itt szégyellősködni, nem kell ettől tartani, hogy mit fognak mondani, hogy bizony én nem bírom. Nem baj, inkább mondják azt, de biztonságba tudjam tartani az autót. Mondjuk egy ilyen hosszabb útnál, 1300-1400 kilométernél, mondjuk az nyilván a nyaralás költségeit egy kicsit megdobja, de mondjuk aki gyerekekkel megy, célszerűen mondjuk egy pihenő szálláshelyet, egy köztes szálláshelyet beiktatni is akár, és akkor mondjuk már mindjárt megfeleztük automatikusan a távot. Igen, hát amit hideg időben, ugye azt szokták mondani ezek a gépkocsi vezetők, hogy lehúzzuk ezt a távolságot. Most ne próbáljuk meg különösen, akkor egyedül sem, de ha családdal utazunk, ne vállaljuk be ezt a kockázatot. Álljunk meg, akár a fél úton is rendeljünk egy szállót, vagy aludjunk a parkolóba, bár inkább azt mondanám, hogy egy szálloda még belefér, mert hisz vannak a parkolókban, autópályán kialakított erre a célra szállodák. Ne sajnáljuk rá a pénzt, mert megtérül. Tehát, hogyha baj bekövetkezik, azt nem tudjuk már pótolni. Az időnk lassan lejár. Még egy szót a klímáról. Nagyon sokan a klímára esküsznek. Ha klíma van, akkor nagy baj nem lehet a fáradtsággal. Mi a helyzet ezzel? Talán most jövet a stúdióba, volt is egy élmény. Igen, hát ugye még visszakanyarodva a beszélgetésünk kezdetén említettük a gépet. Nyári időszakban nagyon-nagyon fontos átvizsgálni, egy nyári gumival menjünk, mert a tapadási tényezők, a féktávolság ugye meghosszabbodik, hogyha nem olyan autóval és gumival közlekedünk, ami elő van írva. Valamint a klímaberendezést tisztítsuk ki. Vannak már erre megfelelő eszközök. Ki kell takarítani, mert a pollenszűrője, hogyha eltömődik, akkor a funkcióját veszíti az egész. És egy nagyon-nagyon fontos dolgot, hogy
ne hűtsük le túlzottan az autót, tehát hogy ne legyen óriási különbség a kinti levegő és a klímában ülő levegő között, mert adott esetben ez nagyon nagy problémát tud okozni, mert a kiszáll az autóból, mert ott nagyon ragyogóan érzi magát, és kellemesen érzi éppen magát. Éppen ezt látta. Igen. Erre utaltam. Igen. És amikor kiszáll bizony az akár 20 fok hőmérséklet különbség, az bizony a szervezetet nem tudja hirtelen reagálni, és volt már olyan, hogy ebből kiszállt és összeesett az ember, mert nem tudjuk a természetet és az egészségünket befolyásolni úgy, hogy ekkora hőmérséklet különbséget okozunk, vagy idézünk elő. Nagyon jó a klíma, ha különösen hosszú úton érdemes használni, de csak a normál körülmények között, tehát ne legyen túl nagy hőmérséklet különbség. Tehát akkor beszélgessünk a sofőrrel, tartsunk hosszabb menetidőt, eleve tervezzünk hosszabb, igyunk eleget természetesen ásványvízből, igen, folyadékból, és számoljuk rá a plusz időt a menetidőre. Igen, hát én ezeket tudnám javasolni, növekedjen meg az eljutási idő, akár egy fél nappal is, egy nappal is, de érjünk oda és a családot biztonságba tudjuk. Így legyen. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm szépen a lehetőséget én is. Holnaptól újabb utcákban kell fizetni a parkolásért. A változás most a Veselényi lakótelep szervizútját és a Nagy Gál István utcát érinti. Mi indokolja a fizetős övezet bővítését? Hány parkolóhelyet vonnak be? Lesz-e türelmi idő? Az intézkedés részleteiről kérdezem Nyikos Istvánt, a DV Parking Kft. Ügyvezető igazgatóját. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok én is minden kedves nézőnek! Igazgató úr! A már említett helyeken összesen hány parkolóhelyet érint az intézkedés, és miért volt szükség a bővítésre? Tehát augusztus 1-től a Veselényi lakótelepen, ugye az elhangzott Szervízúton és a Nagy Gál István úton összesen 75 parkoló kerül a fizető övezetek körébe. Ugye ez egy kicsit rendkívüli, mert ugye évközben nem nagyon szokott új terület bevonás történni. Ennek ugye az az oka, hogy az előző időszakban első ütemben ugye a Schumann utcát, majd a 2018. január 1-ét ugye a Veselényi lakótelepnek a nagy része ugye bevonásra került, akkor a szervíz, tehát a Veselényi szervízút, valamint a Nagy Gál István utca a felmérések alapján ugye nem került bevonásra, és ugye ezt most a évközi módosítás vagy bevonást ugye ezt a lakossági igények alapján történt, ugyanis megtörtént az a klasszikus eset, ami szokott, hogy az a terület, ahol ugye nem kell fizetni a parkolásért, az ugye elfoglalták azok a gépkocsi tulajdonosok, akik ugye nem a lakótelepen laknak, és azok, akik viszont ott laknak, egyszerűen életvitelszerűen nem tudták használni a saját lakásuk előtt található parkolókat. Ez érezhetően, nyilván ha kérik az ott lakók, akkor nyilván ők, nekik van erről tapasztalatuk, de ez valóban érezhető, hogyha fizetősé teszik a helyet, akkor gyorsabban cserélődnek ott a kocsik, van esélye valóban az ott lakóknak letenni a járművet? Én azt gondolom, hogy legjobb példa erre a 2018. január 1-től történő bevonás, ami ugye nem történt meg január 1-én, ugyanis az automatáknak a beszerzése ez ugye egy kicsit elhúzódott, ugye itt a közbeszerzési eljárás lebonyolítása miatt. Azonban amikor letelepítésre kerültek a parkolóautomaták, tehát májusban, és ugye elkezdődött az ellenőrzés, tehát tulajdonképpen a parkolónak a fizető övezetként történő üzemeltetése, akkor szemmel láthatóan javult a parkolóknak, vagy az ott lakóknak a közérzete, ugyanis valóban az történt, hogy nem nagyon álltak meg, vagy csak viszonylag rövid ideig azok, akik ugye nem ott laktak, csak ugye az ügyeik intézése, vagy az üzletekbe mentek, és ugye ezt követően ugye igyekeztek ugye elhagyni a területet, tehát azok a tulajdonosok, akik gépkocsival is rendelkeznek és a területen raknak, vagy azok megvásárolhatták a kedvezményes lakossági beletet, és valóban a házukhoz, vagy közel, vagy akár a házuk előtt is megállhattak, mert lett parkolóhely. Egyébként mennyibe kerül majd holnaptól itt egy óra várakozás? Ennek a új utcának a díj besorolása az igazodik a már bevont területeknek a díjfizetési összegéhez, tehát egyes övezetes és 340, bruttó 340 forintos parkolásdíjat kell fizetni. Természetesen itt is ugye a mobil parkolást ugyanúgy lehet alkalmazni, mint a város más területein.
az automata a hónapi nap, tehát reggel kihelyezésre került, tehát elvileg mindenki a fizetési kötelezettségének eleget tud tenni, és a ügyfélszolgálaton ugye meg lehet vásárolni a kedvezményes lakossági béletet, ami ugye egy évre 6000 forint, ugye mivel eltelt már közel az évnek a fele, ugye ezért meg tudják azt ugye rövidebb időszakra is vásárolni, és ugye mindenki eldönti, hogy milyen negyedéves vagy pedig féléves béletet fog vásárolni. A minden új területnek a bevezetésénél ugye szoktuk alkalmazni úgynevezett türelmi időt, az első napokban ugye csak figyelmeztetni fogjuk, tehát ha megtalálják a piros csomagot, akkor nem kell bennünket még szidni, mert abban még csak egy arra való utalás van, hogy legközelebb, ha megint ott használják a parkot, akkor a díjfizetési kötelezettségének tegyenek eleget. Tehát ez mennyi lesz a türelmi idő? Ez 15-ig, tehát két hét tulajdonképpen az első két hét. Ugye itt fontos lenne, hogy ne megszokásból vezessenek és parkoljanak, hanem a kihelyezett közlekedési táblákat ugye vegyék figyelembe, mert ugyanis itt nagyon egyszerű volt bevonni a fizetővezetbe, le kellett venni a zónatáblának a végét, és onnantól kezdve már a Sumen úton, Veselényi Szervúz úton, ugye végig Szombat Istvánon körbe lehet menni, és ugye mivel zónáról beszélünk, ezért ugye itt a táblákat nem kell minden kereszteződésnél vagy úttalálkozásnál elhelyezni, hanem amikor behajt, akkor kihelyezzük, és ugye a vége pedig ott van, amikor elhagyja a végejelző táblát. Ezek is olyan automaták lesznek már, amelyikbe be kell írni a rendszámot? Ezen a területen is, ugye, mivel sajnos még nem minden automatánk ilyen, hogy bankkártyát is elfogadjon és lehessen a rendszámot beírni, ezért van olyan automata, amelyikbe be lehet írni a rendszámot, vagy be kell, mert egyébként ugye nem ad jegyet. Itt most, amit kiteszünk, ez véhetően még olyan lesz, amiben nem kell beírni a rendszámot. Másik történet, ami a DV Parkingnak egy felfutó siker sztoria lesz, ha minden igaz, a rollett. Mi a helyzet a bevezetése óta, ha minden igaz, egyre jobbak a számok? Igen, ezt pont a interjú előtt néztem meg, tehát június 13-án indult el a rollettnek a élet útja Debrecenbe, ugye a Jászai és a Halköz mélygarázsban. Ugye az elmúlt, azt mondom, hogy szűk két hónapban közel ezren használták, regisztráltak és közel ezren használják ezt a fizetési módot, ugyanis ugye ez egy nagyon kényelmes, könnyen használható, a lejtőn nem kell elindulni, nem kell megállni, hanem aki egyszer ugye beregisztrált, akkor az tulajdonképpen megállás nélkül tudja igénybe venni ezt a jelenlegi két parkolót, és kényelmesen, rövid időn belül ugye segítve, vagy gyorsítva a parkolónak és a mélygarázsnak a kibrítéseit, feltöltéseit, tehát a forgási sebességet ugye ezzel jelentősen meg lehet növelni. Megszerették ezt az applikációt a debreceniek? Gondolom, egyre többen ismerik most már. Igen, tehát azok a visszajelzések, amik ugye érkeznek irányunkba, több irányból, tehát tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy egyre többen szeretik, kedvelik. Ugye itt azt azért hozzá kell tenni, hogy itt feltöltöttük azokat a béleteseknek a rendszámait is, akik már előzőleg ugye éves városi béletet vásároltak, ezért ugye a használóknak egy része úgy tud bejönni, hogy nem kell ugyan fizetni neki érte, mert megvásárolt egész évre a béletet, viszont maga a rendszer azt mondom, hogy hibátlanul működik, és tényleg tévedés nélkül ismeri fel a rendszámokat, engedi be és engedi ki a géposi tulajdonosokat. Végezetül tervezi a DV Parking, hogy bővíti ezt a rendszert? Igen, jelenleg abban folynak a tárgyalások a rolletnek a szállítójával, vagy telepítőjével, hogy megpróbáljuk, amennyiben lehetséges, és meg tudunk állapodni még az idén, hogy valamennyi mélygarázsunkban, tehát az 5 darab mélygarázs, tehát még a 5-be, vagy 4-be, és még a 2 darab üzleti parkolóba, tehát az Arany János utcán, Balcsi Zsilinszki és a Nagy Erdői, Kölcsei, Ítélőtábla és Betlen utcai mélygarázsunkban is, hogy betelepítésre kerüljön ez a rendszer. Igazgató úr, köszönöm szépen, hogy mindezt elmondta. Én is köszönöm szépen. Eddig tartott ma az Esti Közelkép. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!